Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2024. augusztus 14. napján ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság ma a bitcoin grafikonokon. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dünnyögései. A csártok előtt egy kis bulvár, előkerült a világ egyik legismertebb alvó ügynöke, Biden napot előhúzták valamelyik fiókból, egy időre, amióta lemondott, el volt dugva, és múlt héten már adott is egy TV interjút, ahol ugye elmondta, hogy hát igazából azért kellett neki lemondania, mert a demokrata párt vezetése már eléggé gáznak találta az őszi kampány kapcsán. Felmerül ugyan a kérdés, hogy akkor most kivezeti az Egyesült Államokat, hogy ha már kampányolni sem képes, akkor az országot vezetni még képese. Erre csattanós választ kaptunk tegnap, egy rákgyógyítását célzó egyes egyesületnek megjelent tegnap a rendezvényén Biden apó, és bejelentette, hogy 2020-ig az a cél, hogy megfelezzék a rákos megbetegedéseknek a számát. Nem teljesen lehet érteni a videóban, hogy az a célja, hogy 2020-ig felezze meg a rákos megbetegedéseknek a számát, vagy az, hogy a következő 2025 évben felezze meg a rákos megbetegedéseknek a számát. Visszakaptuk Biden apót, úgy hiányzott már nekünk. Köszönjük szépen, hogy előhúzták a fiókból. A tegnapi videóban hibásan indítottam a hetet, tudnilik visszanéztem egészen pontosan a mozgó átlagoknak az elrendezését itt a múlt heti zárásnál, és itt a három időságos táblázatomon lehet is látni, hogy az előző gyertyazárásnál a minnek a 61.352 dolláros szintje felett zárt az MA3-as mozgó, de az MA7-nek a 61.800 dolláros szintje alatt, ez pedig nem long 3-as, hanem long 2-es szerkezet, itt a hetes idősávon, úgyhogy ez jelenleg konszenzió kereskedési rendszerben számunkra az irányadó. Ebben egyelőre érdemi változás nem történt, itt nagyjából 61.562.000 dollár magasságában van az összes mozgó összesűrűsödve, ez azt jelenti, hogy a piac ezt az árat dolgozta ki itt magas idősávon, egy ilyen korrektárként a bitcoin piacán. A mínünk az emelkedik, és úgy látszik, hogy a rövid mozgó átlag is, talán emelkedésbe tud kapcsolni, de a mostani árszinteknél magasabb szintre van az előrejelzés szerint arra szükség, hogy a mozgó átlagok ne hajtsanak végre itt a mostani gyertya zárásra egy medvés keresztezést. 2 per 9 a trendstruktúra itt a hetes időságon van, tehát a long 2 okán kettő pozíció méretünk. Tegnap beszéltem az rsi tulajdonképpen újdonság itt a hetes idősávon nincsen, aki kíváncsi arra, hogy milyen vonalakat rajzolgattam az rsi tegnap, az meg tudja nézni az egy nappal ezelőtti videóban. És hát tulajdonképpen a háromnapos időságon sincsen az égvilágon semmi változás, a mínünk itt oldalazgat valahol 64.000 dollár, 64.200 dollár körül, és e fölött kellene ahhoz mozogni, hogy a mozgó átlagokat föl tudjuk rángatni a mín fölé, és a kereskedési rendszerben pozíciós jelzést tudjunk kapni, és ugyanez igaz a napos idősávra is, csak ott az oldalazó mínusz az dollárnál jár, e fölött kellene járni ahhoz, hogy trendirányú, trendkövetős pozíciónak a felvételére ismételten legyen indikációnk, érdemi divergencia egyébként nincsen itt a napos idősában, nem nagyon segít nekünk a csárt most abban a tekintetben, alapvetően napos és háromnapos csárt alapján is medvés területen egy ilyen konszolidációs jellegű mozgást láthatunk. Ez a bitcoinnak a swing grafikonja, a négy órás grafikon, és hát itt is azt lehet látni, hogy totális mértékben oldalirányba mozog a BTC, az eresi is itt az 50-es szint környékén mozog. Most a tegnapi mozgás kapcsán sikerült átrendeződni az 50-es szintnek a longos oldalára, és a mozgó átlagokat is egy kicsit sikerült visszavenni. Tegnapi napon a Chartan Momentum oszcillátor is adott nekünk egy zöld gombócot, ami alapvetően egy longos momentum jelzés, de hát azért látjuk, hogy itt is van egy oldalazó minünk körülötte szűk területen a mozgó átlagok, egy elég kemény volatility squeeze alakul itt a piacon. Kettő nagyobb forgalmú gyertyánk van, aminek a spreadjét érdemes figyelni itt a következő időszakban. Itt hagytuk nagyjából ezt a zónát, egy ilyen érdekes figyelendő zónának, ezt még tegnap reggeli videóban mutattam, és azóta itt ez a komoly forgalmú gyertyánk, tett még egy bélyeget a piacra, nagyjából ezek a zónák határozzák meg most azt a az oldalazó volatilitási Rétege, ahol a bitcoin mozog, és ez ebből való nagy forgalommal történő kitörés, vagy lefelé, vagy fölfelé tud majd középtávon irányt adni a piacnak. Alapvetően ezt kell majd figyelni. Konszenziócsártokat elmondtam. Itt azért, hogy még valamit tudjak mondani, esetleg átjöhetünk ide az egyórás grafikonomra, ahol a különböző likviditási szinteket szoktam jelölni. Ilyen swing kereskedési jelleggel, és hát itt is lehet látni, hogy nagyjából egy ilyen légüres térben oldalazik a bitcoin, most már múlt hét csütörtök óta, érdemi szintünk van itt egy korábbi weekly azaz 7-es Naked Point of Control szintünk valahol 63 ezer dollárnál, és ezt itt hagytuk egy ilyen kínálati zónaként is ezt a szintet, úgyhogy ez lehet érdekes. Lefelé pedig itt 57 ezer dollár magasságában itt ez a mozgás hagyott nekünk némi likviditást, és igazán érdekesnek ezt az 54-55 ezer dolláros szintet tartom, ahol egy múlt heti Point of Control szintet hagytunk továbbá, itt ennek az impulzusnak a megindulásakor véhetően itt felhalmozottak stop loss szintek, úgyhogy nagyjából én azt gondolom, hogy ott van 3000 dollár vagy 57000 dollár, és hogyha már 57000 dollár, akkor miért ne legyen 55000 dollár? Én nagyjából így látom forgalmi szempontból most a bitcoinnak az azonnali struktúráját. If bitcoin will become the, uh ultimate type of a form of the currency been adopted by human society. I can I can tell you exactly what's going to happen as the worst scenario or yeah. the most scenario. We're all going to die. This is not a joke. És hogy egy kicsit kinézzünk az Ethereum és a Solana szerkezetre is, mert tudom, hogy azokat is szeretitek. Itt az Ethereumnak a csártyán kezdünk. Ez egy nagyon egyszerű konszenziót rendkövető kereskedési rendszerben, ez egy 0 per 9-es kitettséget adó a struktúra Most mind a három idősávon, a alatt mozog az etereumnak az árfolyama, és azt lehet mondani, hogy 3050 dollár a naposan, amin 3333 naposon és 3207-esen. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a 3050-től 3300 dollárig terjedő zónának a visszavétele adhatna arra indikációt, hogy trendkövető pozíciókat építgessünk az Ethereum piacán, aki nem kontrairányba kereskedik, hanem trendirányba, annak jelenleg a konszenciókereskedési kereskedési rendszer alapján a kitettség indikációja az 0 per 9, az általam figyelt három idősávon. Ez pedig a Solanának a grafikonja, azt nézem, hogy az előző hetest, az hetes zárást azt még egy 3 per 3-ban csinálta meg a Solana, úgyhogy long 3-ban indítja a hetes idősát Sávon a grafikon. A Solana háromnaposan naposan viszont nem ad nekünk pozíciót, és azt lehet mondani itt a mineknek az elhelyezkedése kapcsán, hogy a 150 kötőjel 160 dolláros zóna. Az, ami most nagyon fontos, ha ezt vissza tudná venni a Solana, akkor alacsonyabb idősávokon is elkezdődhetne a trendkövető pozícióépítés. Addig egy ilyen egyharmados 3 per 9 es a kitettség indikáció a Solanának a piacán. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyit már a röviden a Bitcoin, Ethereum, illetve Solana piacokról. Remélem, hogy szeretitek ezeket a rövid kis reggeli update és ezek a segítségetekre vannak. Amennyiben ez így van, akkor holnap reggel is videóval várlak titeket, találkozzunk majd. Addig pedig szép napot és jó kereskedést mindenkinek. Sziasztok!